Amint a Durindóra bekerültünk, és az pedig elég nagy szó, mert ottan zsűri véleményezi az egész Igen. produkciót, minden. Aha. Meg azért van különbség, hogy szárma, Na. De kell gyakorlás hozzá. Gyakorlás, meg gyakorlás. Te mennyit gyakoroltál eddig? Hát, elég sokat. Mióta? De mióta tanulsz? Mióta? Én is vagyok 2 éve. 2 éve? Aha, és akkor heti szinten, minden héten? Heti szinten volt. Most megint próbál beindulni, csak Aha. Aha, tehát hetente egyszer, hogy összejöttök. Igen. Egy heti 2 óra. Igen. Most az iskola, hogy most már elkerültek ugye középiskolákba, most már nehezebb lesz összehozni, de úgy beszéltük, hogy ha hétfőn jön az oktató, és próbálunk hétfőn, amit megtanulunk, aki nem bír jönni hétközben, akkor lesz egy vagy péntek este, vagy szombaton, és akkor azoknak is összevesszük a Elég sok magyar vonatkozása van a tabura a zenekarnak. Igen, mert azt gondolják, hogy az ugye szerzettől jött. Igen. De azon én vitatkozok, mert a tabura az lehet csak az, hogy van rás, van tenor, meg mit tudom én, bőgő tabura, az a cigány zene, tehát a valós zenekarok mintájára jött. Uh-huh. És az meg a magyar. Igen, ha nyilván itt az együttélés jött. Tanultak egymástól. Van ezt, hogyha gondolod, az még az elején kiadható, Jó. amit mondok, de Jó. tamburáról én nem akarok, én van másik beszélni. Ilyen, hogy a mozdulatodat, Na igen. Tehát ugye a népi furóját az különböztetik meg a klasszikustól, hogy 6 lukja van, és hát ilyen egyszerű fából faragták. Ebből is kétféle létezik. A magyarországi vagy dunántúli furóják azt úgy lehet megkülönböztetni, vagy rájönni a dolgokra, hogy a furat az végig egyforma, tehát nem olyan, mint az erdélyi furójánál, hogy ilyen összeszűkülő a vége. Tehát nem egy ilyen kónikus, vagy hogy mondják, furat. Most ez, ami nálam van, az erdélyi furója, a oldvai zenéhez is ezt használják. Uh-huh. És ez, ahogy a Dunántúliban nem számít az, hogy hol van ez a hangakasztó nyílása neki, uh-huh. de az erdélyiben azért fontos, mert van egy ilyen technika tulajdonképpen, hogy az ember az alsó ajkát beakasztja ebbe a hangakasztó nyílásba, és megfolyom csak így, külön. Hát így alapvetően nincs nagyon erős hangja, de ez a beakasztó így az ajka van. Valahogy úgy megvastagszik az egész hangja, tehát hogy erőteljesebb lesz, és akkor így diszítést is. Így alkalmazni. És ha még ehhez hozzájön ez a dünnyögés, tulajdonképpen, akkor még erőteljesen hangja van. Erre azért volt szükség, mert ugye nem volt mindig komplett valós zenekar kéznél, tehát nem is biztos, hogy meg tudták fizetni, és akkor általában így a falusiak, főleg a pásztorok, azok akár egyszer furójára is tudtak bulatni, táncolni, és akkor ott erőteljesen kellett ugye fújni a dolgokat. Na most, hogyha valaki érdeklődik esetleg a furója iránt, akkor mindenképpen ajánlom, hogy saját hangszere legyen. Nagyon jó furójakészítők vannak most már, ugye Magyarországon is egy olyan 1,5-3 hónap alatt el is készül egy rendelés, mert annyira sok rendelésük van nekik, hogy igazából ennyi időbe telik. De hát lehet. Érdemesebb ugyanazt a hang magasságot kérni, vagy ugyanazt a hangolást, ami a tanárnak van, hogy akkor együtt tudnának játszani. Uh-huh. No. Nem tudom, van-e kérdésetek furójáról? Jó.
Na, köszönjük, akkor majd... Ja, ha népi vonósak szereket nézzük, akkor tulajdonképpen a hegedűnél nincs különbség, az ugyanaz, mint a klasszikus. Az, hogy mondjuk van a dimesi hegedű, aminek öt húrja van, hogy van egy zengő húr, de azon nem játszanak dallamot, az csak megerősíti a hangot. A magyarországi területeken, meg felvidéken is ott a klasszikus négyhúros brácsát alkalmazzák. Ugyanúgy van hangolva, de az ívelt húrlábja van, és az azt jelenti, hogy általában két hangot fognak le, tehát egy hang közt. Ezt is bemutatnám. Hoppá, leesett. Viszont egyenes a húrlábja, és a három húr egyszerre szólal meg. Emiatt nem két húr szólal meg egyszerre, hanem három, így az töverebb hangzást ad. Na most nekem ez egy kombinált brácsa, hogyha akarom ilyen, ha akarom olyan. Most akkor itt ezt leszorítom, akkor úgy szól, mint egy három húros erdélyi brácsa. Figyelni, hogy sokkal erőteljes hangja van. Persze Erdélyben van, ahol négy húrost is használnak, de általában ez a három húros. Ez meg ilyen praktikus, hogy kombinált, hogy hol három húros, hol négy húros, ahogy éppen amelyik tájegységbe kell buzsikálni. Na most ugye régen bélhúrok voltak, az különösen a bőgőnél, hát a bőgőnél is, a népi bőgőnél vagy van különbség a klasszikushoz képest, vagy nincs. A klasszikus bőgőnek négy húrja van és fémhúros, de van olyan erdélyi, vannak olyan vidékek, ahol három húros szintén a bőgő, de ott bélhúrokat használnak általában. Régen a brácsára is bélhúrokat használtak, mert ugye nem volt hangszer, volt, hogy fémhúrokat be tudjanak szerezni falu helyen, úgyhogy körülbelül ennyit jó évben. Na, kérdés? Így? Megmutatom egy kicsit, tehát nem mit a hengerült, hanem így megmutatom egy egyszerűt. És akkor? Meg kell húzni, hogy legalább kettő szóljon egyszerre. Szólót játszani rajta? Persze, lehet. Ugyanúgy fogások vannak rajta.